Itt állunk én lakán, egy történeti településen. Azt is mondhatnánk, hogy közel 1000 éves, talán honfoglaláskori település, ahova a 12. században telepítettek székelyeket is. A Firtos vára alá, talán a várhoz tartozó népség lakta eleinte. A falu azért történeti, mert őrzi azt a középkori település szerkezetét érintetlenül. Ez kiemelendő. Ugyanakkor népépítészeti öröksége, ami 100-200 évre tehető, viszonylag nagy százalékban fennmaradt. Ugyanakkor összességében más kulturális értékei is, itt gondolok a szellemi kulturális örökségére, igen pregnánsan átörökítődött, még akkor is, hogyha a falut ma csak 110-valahányan lakják. A több mint 2 évtizeddel ezelőtt kezdődött Én laki értékvédő program, ami egy magánkezdeményezésre építészek kollégáimmal együtt kezdeményeztük ezt. Szerencsére támogatóra talált. A Budapest 5. kerület önkormányzata vette úgymond örökbe a falu épített örökségét, és erre évente egy támogatást nyújt, ami összegben ugyan nem nagy, viszont óriásit jelent a falunak, mert ez segítette ahhoz, hogy az elmúlt 2 évtizedben az örökség nem pusztult tovább. Na most értünk abba a fázisba, amikor igen kezdett felértékelődni ez az örökség, és valamit kezdeni lehet vele, és akkor mi legyen? Hát azt szeretnénk, hogy a falu revitalizálódjon, tehát a helyi lakosság valamilyen módon megélhetést találjon a faluba, és hagyományos életformáját folytassa. Másrészt van egy érdeklődés, hogy idegenek is vásárolnak itt telket, mert gyönyörű természeti környezetet, gyönyörű klímája, történeti értékei, kulturális értékei egyedivé teszik ezt a falut. Annyira, hogy talán Erdélyben már nem is lehetne találni, hogy összességében ilyen értékeket hordozó falu így ennyire épségben fennmaradjon. A faluban 112 porta van, sajnos körülbelül 40-50 elpusztult, mint üres telkek állnak. Ennek a 112-nek körülbelül 70%-a az, ami hagyományos formában fennmaradt, épületállományában, meg elrendezésében. Ezeket ma is lakják, legnagyobb részt, másrészt nyaralónak, vagy hétvégi háznak használják. A mi törekvésünk az épületek állagának a megmentése volt addig, ameddig kerül érdeklődés arra, és szándék, hogy ezeket új mai kornak megfelelő komforttal tudjuk ellátni. Van egy pár példa erre az utóbbi időben, és remélem, hogy ez fel fog most szaporodni. A mi feladatunk az, hogy bármilyen fejlesztés, bármilyen revitalizációs akció beleilleszkedjen abba, amit úgy nevezünk, hogy az örökségmentés alapszabályai. Tehát úgy fejleszteni, hogy az értékek mind megőrződjenek, és a kor igényei megjelenjenek, hogy lehetőséget adjanak arra, hogy valóban élhető, mai igények szerint élhető település legyen.